Sziasztok! Hello, csoda, hello! Szép mindenkinek. Napot kívánok mindenkinek! Hoztam nektek egy kis sütést, mert hát már eléggé hiányoltátok, de gondoltam, nem pakolok ki a csomagból, mert imádjátok, hogyha megmutatjuk azt, hogy miket vettünk a háztartásba. Most ez egy haul videó. Ez egy haul videó, meg mit tudom én, amit fogok ma készíteni, ugye nem soká jön a szeretett ünnepe, karácsony, ugye elég sokan készítenek ilyenkor zserbót. Na most! Én megmutatom nektek, hogy én hogy szoktam készíteni. Ezt már egyszer elkészítettem, de már annyira régen, hogy még talán az elején valamikor. Egy éve szerintem, valahogy igen. Így. És mivel újabb és újabb feliratkozóink vannak, hála a jóistenkémnek, ezért megint elhoztam újra nektek. Meg amit fogok készíteni, az egy girosz lesz, de ez egy összetett videó lesz, ebben minden lesz. Maradjunk annyiba. Jó, hát girosz már nagyon sokat csináltuk, már... azért inkább a... Inkább a sütire koncentrálunk, úgyhogy gyertek velem, és kezdjük is el. Na, hát akkor kezdjük az, amit vettünk. Hát, ja, pakolj ki. Na, igen. Hát képzeljétek el, eszembe jutott, hogy ugye kell az adventi gyertya. Na, én most vettem gyönyörű szép díszeket, képzeljétek el, 250 forint. Valamelyik 100 forint volt, valamelyik 50. Dió. És vettem egy karácsonyfát. Na hát én fogom saját magunknak elkészíteni az adventi koszorút. Venni fogok még 4 darab gyertyát, és akkor azt a testet, azt a koszorút, és akkor mi ezeket szépen ráragaszgatjuk, megcsináljuk. Hogyha szeretnétek velem ezt csinálni élő live-ba, akkor ti is vegyétek meg ezeket a díszeket, amit gondoltok rá. Kell egy ragasztópisztoly, és akkor el fogjuk készíteni a gyönyörű, saját készítésű adventi koszorunkat. Na, oké, ezt megmutattam, ez még ráér szerintem. Na. Ezeket ide is rakom. Hát mivel kezdjem? Kezdjem ezzel. Hát ugye minden vásárlásnál megszokhattátok, hogy a kávé. A kávé ez minden vásárlásnál van. Tonyen Dölmori. Ez latte egyébként. Kaffé latte. A szokásos. Oké, okay, ugye a szokásos presszó kávé a Tinának. A szokásos, imádatos. Tisztítószerem, a Sanitol, ezt naponta, két naponta vásároljuk. Vettem már egy törlős rongyot. Vettünk egy öblítőt, giroszfűszersort. Vett magának egy parfümet. Jó, ilyen kamus, de mondom, melóba jó lesz. Nem, amúgy jó illata jó, van. Jó, amúgy tényleg, de most tényleg a drágákat nem fújom ki. Azért, hogy a munkába megyek, úgyhogy... Azt vettünk egy gyümölcsös teát, egy mízet, Zolika egy autóillatosítót. Én meg hát tudjátok. És ezt most gyertek velem és cseréljük ki. Mert már szerintem... Ott vannak... Szokásos nyugtató zene a háttérben nektek. Nem, ebben még van, képzeld el. Itt vannak a farkiék is. Sziasztok, édeseim! Köszönjetek ti is! Szia, mézeském! Farki! Na. Ide a konyhába is van még. Jó, most gyere már, majd kicserélgeted. Hát még van egy csomó. Olyan hamar elfogy, én nem tudom. Hát fölveszed maximumra, ez hát persze, betét, hogy hamar. 1300 forint egy betét. Hát amit megszok az ember, azt megszokja. Úristen. Na, van nekünk itt dió, van még már itt. Már amúgy a hétvégi bevásárlás. Igen. Most voltunk a piacon. Nem voltam eddig a piacon, most megvettem úgy nagyjából mindent, ami hiányzott a hűtőből és ikorról. Vettem zsírt, mert már az is elfogyott, meg kell a sütibe. Sört és zsír. Vettem holland, ez olyan finom, ez a reálos sajtos chips. Vettem egy túrót. Jaj, ez az erős, folyik rá nyálam, Istenem. Tudom, mivel szereted. Na? Pörköltet. Vettem egy leveles tésztát. Egy tejet. Egy... Zolikán. Én szoktam, én a giroszra mindig egy ilyet teszek magamnak. Ez a krémfehér sajt. Tejföl, reggeli, vaj, sonka,
Csímen. Joghurt. Még egy tejföld. Hol? Ez mi? A tojás. Leszel neked. Egy. Na, azt rá túró Rudimra. Várjál. Látod, megint összetörted az egészet. Én? Hát te pakolsz a boltba. De már nem én. A nő pakolta bele. Vegyük a kasszára, és a, bolt, a kasszás néni azt mondja, biztos, hogy kérni fogják a tejfölt, mert 900 forint, azt mondja. Ja, még megkérdem, mert most ezt mi nem? Sokan nem kérik. Beleteszik a kosárba, kírni, nem írják ki az árát. Persze, hát kerestem én is az árát, nem volt kint. Hát te megkérdezi, hogy biztosan kell a tejföld? Ha egyszer kell, akkor kell. Egy élesztő, egy kenyér, ennek milyen a teteje? Oda is ráfolytojgli. Savanyú. Ennyi savanyú, nem tudom mihez ezt. Mert ezt ennek a tetejét kidobom. És a papírját. Egy alpró. És a papitól egy kis zöldség természetesen. Ez az, amit vettünk. Hát ez nem tudom mennyibe került összességében. Na, azt is tud. De engedjük el, szerintem miért felhúzzuk magunkat. Feleslegesen, úgyhogy ezeket én elpakolom, és jövök vissza. Na, el is készültem, akkor elmondom, hogy a tésztához miből mennyi van. Na, van itt nekünk fél kiló fehér búzaliszt, van itt nekünk 100 g porcukor, 200 g vaj, 100 g zsír, sertészsír, és 100 g tejföld. Kelleni fog hozzá egy csomag sütőpor, és egyetlen egy darab tojás, és majd egy kanál méz a tésztába. A lekvár az majd még nem most fog kelleni. Ezek fognak kelleni, ja, és természetesen egy pici só. Nem minden tésztába teszünk só. Na, a diót azt majd el fogjuk készíteni, nekem két csomaggal van, az összesen 400 g. Ahhoz megy majd 2 vagy 3 vaníliás cukor és a citrom. Azért nem teszek bele cukrot, mert ez már... Cukrozott. Itt is van, hogy cukrozott dió. De akinek nem nincs otthon cukrozott, az ízlés szerint tegyen bele. Na, állítsuk össze elsőnek a tésztát. Én a robotgép segítségét fogom kérni, úgyhogy ha már van, akkor legyen haszna. Ja. Elsőnek menjen bele a liszt. A csipet só, az elmaradhatatlan. Nem sokat, csak még egy picit. Így tökéletes. Előveszik egy kanalok. Belemegy a 100 g porcukor. De valaki egy picit édesebben szereti, akkor tegyen bele egy picivel többet. 100 g tejföl. 100 g zsír. Egy csomag. Sütőpor. Tojás. És egy kanálméz. Vagy másfél. Bő kanálméz. Vagy másfél. Nagyon jó. És ami jön még, az a 200 g vajacska. Kidobom magam utána. Ráirányi fa készkörlőt elhasználok, mint soha senki egyébként. Jó, én ezzel szeretek takarítani. Ez van. Ezeket el is teszem, és egy kis citromot a tésztájába is fogok beszélni. Imádom. Ó, de jó illata van.
teszünk a tésztájába. Van nekem egy ilyen vanília pasztám. Szuper! Ez ha megvan, akkor tesszük is a gépbe. Egyébként szerezzetek be egy ilyen gépet, mert ez itt tökéletes. Most készítsük el a diót. Ez miért van itt felpaposodva? Mi van? Semmi, nem dohas. Azt hittem. Hát azért meg könnyítem. Hát nagyon sokkal. Csajok, higgyétek el! Ha beszereztek egy ilyet, egyszer kell kiadni egy nagyobb összeget, de hálás, mami is mondta, hogy jó lenne neki is egy ilyen, meg egy hagymító aprító, lehet, hogy majd a Jézuska vagy nem. De nagyon-nagyon megkönnyebbíti az egész dolgomat. Na, kell nekünk egy... beaktiválni. Az ilyen nagyobb, vannak benne ilyen nagyobb porcukrok. Azt próbáljuk meg valahogy. Zserbótól. Most is live-oztam TikTokon, és sokan írtátok, hogy nem mertek belekezdeni. Semmi extra. Nem kell félni tőle. Tényleg. Semmi extra. De te kell jól. Én nagyon hálás, hogy ez a kis gépem itt. Nagyon-nagyon szeretem. Jó, és tényleg. Tényleg. Na, ebbe fogok tenni két csomag, amúgy ezen is tök jó ízék vannak amúgy. Recepte. Igen. Ó, de jó. Na mindjárt jó. Nem, hagyd dolgozza rendesen össze. Ráér. Kicsit most már feljebb veszem. Két csomag vaníliás cukrot fogok még ebbe tenni. És ugye... Remélem azért jól hallani itt a géptől. Hát én is bízom benne, mondjuk az én hangomat biztos, mert az én hangom az olyan, hogy... Jaj, gyerekek, nagyon-nagyon szépen köszönöm a rengeteg pozitív kommentet. Nagyon aranyosak vagytok, imádom, hogy kommenteltek nekem. Próbálom mindenkinek visszaválaszolni, de nagyon-nagyon sok a hozzászólás, úgyhogy te nagyon, tényleg millió puszi, nekem van a legjobb családom, úgyhogy na. Ezben jó lenne, ha nem kiszórnánk a drága kis... Megkóstolod a diót. Éreznél citromot? Igen. Na, jól érezni? Jó. Nézd meg. Ezeket elpakolom, mert ezek most már nem fognak kelleni. Egyébként a teába vettem ezt a mézet. Egyébként ezt képzeljétek el, élesztősen is csinálják ezt a
zserbót, ez nagyon sok fajta zserbó van. Vagy melyik az igazi fogalmam nincs? Ez, amit természetesen én készítek, nem igaz? Na. Jó, zsíros. Na, megfelelő. Uh-huh. Bocsi, gyerekek, véletlenül lenyomtam. Semmi baj. Na, következő. Következő dolog az lesz, hogy összedolgozunk. Már ezzel sokat nem kell dolgozni, mert nem. Köszönjük, robotgép. Ja. Jaj, de se lettem ültet. De tényleg, tudod, milyen jó, jó kezek? Minden cukor. Ezt is le lehet venni, ugye? Uh-huh. Na, ami nem jött ki, ezt majd. De jó, az előbb még egy mosatlanom nem volt. Hát, jaj, ez a főzés, sütés. Jól lisztezzétek meg alul. Na. És akkor annyi a dolgunk, hogy jól. Hát ez attól függ, hogy hány lapból szeretnétek, mert ugye valaki két lapból csinálja, valaki három lap, valaki négy, öt, hat. Ez a hat lapos? Tényleg ez a ti elképzelésetek, hogy milyen magas legyen az egész süti. Én teljesen rátok bízom. Én szerintem három lapból, vagy maximum négyből fogom. Az a baj, hogy nem nagyon tudok nyújtani. Őszintén, de tényleg. Szégyen, nem szégyen. Én bevallom, de mindig összehozom, amit össze akarok. Egyébként visszatérve, amikor én is elsőnek sütöttem, nagyon féltem ettől a sütitől. De aztán... De mivel ez egy vajas, zsíros tészta, igen, ezt hagynunk kell fél órát. A hűtőbe. Felszedem így a tésztával az egész lisztet. Akkor jó, amikor már nem ragad. Semmihez, senkihez. Most megy be a hűtőbe fél órára? Igen, most berakjuk fél órára. Addig megcsinálom a szószt a giroszhoz. Addig igen, én is összevágom a husit. Na jó van, gyerekek. De várjál. Akkor mit csinálsz? Hát még három ebben? Külön részt veszedem. Jaj, ezt most kell? Azt hittem, hogy így teszed be a hűtőbe. Hát így is be lehet, de utána már most szétszedem, megmérem. Kelleni fog egy... Azért kell megmérni. Ó, de jó. Na, látjátok, sehova nem ragad. Most már. Van itt egy mérlegem. Miért kell megmérni amúgy? Na. Ott van 1 kg 15. Most. Na. Kéne egy. Akkor mennyinek kell lenni egynek? Ha mennyi az? Nem is láttam nagyon. De utálom ezt a mérleget. 30 valamennyinek. Hát most még a nagyon pontosan? Hát szemreállj. Hát hogy szép legyenek a lapok, ne legyen az egyik vastagabb, mint a másik. Azt, ahogy de ne szóljál már bele, jó? Azt, ahogy kinyújtod, ezt úgy kell. Megcsinálni. Na mindegy, ez meghalt ez a mérleg, engedjétek el szerintem. Lehet már, nem csinálok el vele. Most ezt be fogom szépen fóliázni. Mit tudom én. Nem jó. Nem, szerintem jó. Jó lesz. Egy lapnak szerintem jó lesz, biztos. Talán az kisebb, igen.
Na. Hát. Majdnem. Hát most, de amúgy. Most azt, hogy ez magasabban van, de... Na. Na, hát ez a legnagyobb. Ezeket... pillanat. Jaj, nekem csak az a nagy fólia. Várjátok, gyerekek, meg kelleni fog nekem hozzá, Zoli, mert vágni kell. Ja. Na, ti nem? Na, becsomagoltuk itt a tésztát, ezt most rakom be egy fél órára a hűtőbe. Úgyhogy okay. Jövök vissza. Addig elkészítjük a gyrosznak valót. No! Na, állt a tésztánk, hát egy fél órát, egy picivel rá több. Rá kis sötéted egy gyerekek. Több volt, igen. Hát ez egy ilyen. Ez egy ilyen, azért is készítettem most, hogy karácsonyra legalább tudjátok, hogy az se baj, hogyha egy nappal előtt összeállítjátok a tésztát, mondjuk 23-án. Na, ebbe a tepsibe fogom sütni majd, ezt addig kirakom szépen ide, és annyit fogok csinálni a tepsivel, hogy kéke nem vajol. Hova tette, drágám? Ah, úgy tudom, jó az a, hogy abba süsse-e. Ez a jó, az a kicsit magasabb. Vagy ebbe. Hát nem tudom. Három réteg az, tehát belefér abba a három réteg. Süssem. Mm-hmm. Bekapcsolom már a sütőt. Előmelegített legyen. Kivajazom a... minden részét, ugye? Ez egy fontos folyamat, hogy ne égjen oda a tészta. Nagyszerű. Nagyszerű, mint a egyszer egy. Na és akkor így mindenhol van vaj. Nagyon kállom ilyenkor, mert olyan zsíros, mint egy kenőcs. Azt egy papírt nekem, hogy ne fogdassak össze. Össze mindent, vajas kézzel, adott. Ha mekkora kell? Hát adjál, sajnálod? Nem, csak fogy. Hát, ja. Na. És egy kicsit. Egy csipetnyi. Liszt. És így lettek a pindur, pandúrok. Csuporka, sziporka, és hogy hitták a harmadikat? Nem láttad a pindur-pandúrokat? Csuporka, sziporka, és... nem tudom. Na, nyújtófa elővéve. Ajjaj. Hát, igen. Most a leheze. Számomra ez a legnehezebb, amúgy ez a nyújtás. De már arra rájöttem, hogy ha négyzet alakot akarok. Akkor? Ugye ez, gyerekek, linzer tészta. Igen. Amivel könnyedelműen kell bánni. Bánni. Megy ez, mint az ágyba szarás, tényleg. Hát, nem is tudom, nagyon vékony lesz szerintem ez a... tészta így, várjunk. Na mindegy, majd a tepsibe most berakom. Hát ez így nagyon vékony lesz, nem jó? Nem jó. Akkor mondtam, nagy a tepsi. Akkor csak így egy felet csináljak? Hát én nem tudom. Az a baj, hogy... hát akkor a másikban az kisebb. Hát de már azt vajasztam ki. Ja, tényleg. Már nem fogom azért
összetör. Az a baj, hogy ezt annyira vékonyra sem lehet, mert akkor a lekvár szétáztatja ugye a... tésztát, ha vékony. Látod, ez a baj, hogyha még... Na mindegy. Na. Jó, akkor nem tudom, hány rétegű lesz, de sok nem. Ez, gyerekek. Ezért kell elosztani pontosan a tésztát, ugye, amit az előbb beszéltem. Uh-huh. Aha, most jó. Ah, el se hiszem, hogy jó. Csípok le, hogy egy kiló legyen. Szuper. Szuper. Hát ti ne fél kilóból csináljátok, hanem egy kilóból, jó? Hogyha megkérhetlek titeket. Csak most két rétegű lesz? Hát nem, megpróbálom pontosan. Hát ez a mérleg. Jó, visszajövünk, jó? Gyerekek. Na, hogy a haladsz, ti nem? Na, az első lap megvan, hát úgy kellett kiraknom, de mindegy. És megszúrtál. Mi volt a hiba amúgy? Kevés lisz. És egy kevés adagot készítettem. Nagyok, az a baj, hogy nagyok a tepsieink. Igen. És ő még kis adagot készített, úgyhogy ezt duplázzátok, hogyha egy normál hát sütőtök van. Hát azt mondtam, hogy egy liter, egy kiló lisztből csináljátok, mert én ugye fél kilóból csináltam csak, úgyhogy ti egy kilóból nyugodtan csinálhatjátok, és akkor ez egy nagy tepsire is elég fog lenni. Házi baracklekvárt használok. Gyerekek, olyan sokat nem fogok rátenni, hogy legyen rajta. Néz ki az a lekvár. Uh-huh. Házi. Szerintem ennyi lekvár bőven elég, ugye? Bőven, igen. Nem jó nagyon lekvár. Szereted el túlozni a lekvárokat? Ja. Rab nem száraz. Na. Megszórom. Na, ez az első réteg. Az első rétegünk megvan. Jön a következő. És most akkor kettő lesz, vagy három? Hát három, mivel három. De figyelj, ez a baracklekvár. Három tésztánk van. Szerintem jól néz ki. Szerintem finom is lesz. Hát azt mondjuk, mert lássuk. De hát igen. És a következő rétegre ugyanez megy, ugyanígy? Igen, a következő. Lekvár meg izé? Igen, a következő réteg ismételten ugyanez. Lekvár, dió. És akkor a végén
amikor elkezd sülni, akkor én már is olvasztom a csokoládét. A csokit. Nem baj, hogyha nem akkora. Pontosan. Hát igen, hát a több tésztát ma jobban tudsz hát dolgozni. Amivel sajnáltam. Fél kilóból. Mert igen, mert mondom, két csomag dió van, de hát simán még csinál. Mindegy, ezt így szépen. Nem baj, hogyha kicsit a külseje csúnyább. Az nem probléma. Na nem, hát a végeredmény számít. A végeredmény a számítás. Úgyhogy ezt szépen kirakom, aztán jövök vissza. Jól van. No, hogy állsz? Jól, hadilában. Hadilában. Na, én alul mindig benyomkodom, ezt is ugye megszúrjuk a tetejét. Megtenjük ezt is. Finom. És ez lesz az utolsó rétege, mert a másiknak a tetejére már a csokit fogom rátenni. Úgyhogy ez csak két réteg lesz, sajnálom. Hát úgy három. Hát úgy három, a csokival együtt, de... Na, hát ez három. Komoly lehet az ilyen öt réteges, öt hat. Hát de ez nem egy kilo, nem egy fél kiló tésztából van. Spóroltam. Ezt elsajnáltatni. Hát el, a kaját látod, a kajából mindig sokat sütök. Besütök. Sokat főzök. Megnyomom így a végeit. Villa segítségével. Bocsánat. És mehet rá. Akkor ezt amit bele kell tenni. Hát ez sok lesz bele. Még ezt az egy réteget elkészítem rá, és mehet a sütőbe. Na jó, akkor tedd bele, aztán mutatjuk a végét. Na, meg is birkózott vele, hogy ügyes volt. Én itt benyomdosom a széleit, úgyis majd ezeket le lesz szépen vágva. Szépen egy kicsit megnyomkodom. Ta-da-da-da! És mehet be a sütőbe. Így, ahogy van. Oké. Okay. Bemegy a sütőbe. 180 fokon süssük. Hát nem tudom, melyik az alsó felső sütés. Mindjárt segítek, jó? Na jó, van gyerekek. Közben majd mérem nektek, hogy mennyi. Nem kell, beállítom ezt mondjuk egy 30 percre. Na mindegy, ne törődj vele!
Ja, egyébként a giroszt már elkészítettük, úgyhogy már csak ki kell sütni a húst, meg a krumplit, és mindennel végeztem a mai napra. Akkor most egy kis takarítás következik. Összepakolok és jövök a csoki felmelegítésével. Jau. Na, akkor elkészült a sütink. Én ezt szépen kiviszem a teraszra. Hát 35 percet sül. 30-35 perc. Gyönyörű, ezt egy kicsit kihúzom, nézzétek meg. Gyönyörűen megsült, úgyhogy ezt szépen én kiviszem, és elkészítjük a csokimázat. Kint jobban ki fog hűlni, ezért is viszem ki. Jó, hideg, hideg van, mi? Szerintem én ide fogom rakni. Még mindig esik az eső. Aha. Ó, de hideg van. Nagyon, na, szerintem... nagyon hideg van. Na, szóval ki fog külni. És akkor a csokit el fogom készíteni. Ebbe teszek fel egy kis vizet. Mondjuk. Ez egy kicsit. Várjátok. Nem sok víz kell, csak éppen annyi, hogy maradék dió, én csemeg, csemegészgetem, gyerekek. Nem sok maradt. Várjátok meg. Zsíroldoztam a gáz. Kitörlöm. Valaki nem legett. Összetördöstem már, de egy csoki dark, dark, Vader. Ilyen pancsert, mint a Tina. Na vigyázz, ja nem, jó. Ha jött volna késni. Ja, nagy bád. Emlékszett egy gyerekek? Minden bárddal vágtam. De hol a meg van még a bárdod? Meg. Egyébként ez jó éles. És majd fogunk beletenni két kanál oil. Tudod, az oil mi van? Nem éri el a víz. Nem kell elérni. Ja, nem kell? Csak a gőze kell, a meleg gőze. Ja. Nem elévetem, majd megtanulom. Hát jó, hol vannak? Na. Szerintem akkor ezt várjuk meg, mert szerintem egy több perc még, nem? Hát ja, még elkezd olvadni. Jó van, jövünk vissza. És vagyunk. Na, teszek bele két kanál olajat. Elkezdett a csoki olvadózni. Szeretitek a olvasztott csokoléjtet? Nem. Nem szeretem? Epreket mártani bele. Ilyen flesseim vannak, mi? Sütünk hűtögél. Jó hideg van, szerintem hamar. Ja. És
szépen olajjal felolvasztátok, és akkor ez így, ahogy van, ez majd mehet a sütinek a tetejére. Vehettek nyugodtan tejcsokit is, amilyen csokival szeretitek. Nálunk a favorita sütiken ez a tejcsoki. De teljesen rátok van bízva, hogy miért fogtok venni. Na jó, a gyerekek, akkor megmutatjuk a végső stádiumot, amikor elkenjük a csoki. Na, én ki is tettem erre a kis... Nem sokat volt kint egyébként, már jól lehűlt. Mindig leszoktam szépen vágni ezt a végeit. A legfinomabb. Hát ez éred meg. Na milyen? Finom. Finom lett. De szeretem ezeket a széleket. Megeheted. Többi a tiéd. Ez egy szép darab az enyém. Hát igen, máskor ti, vagyis ti, több... mondjad? Több tésztát csináljatok. Igen. Olyan ennek a csokinak a szaga, mint a Mikuláskora izé. Az a Mikulás, amit megmelegítel a hűtőbe, vagy a mikróba. Az mi? Tudtam, hogy te nem csináltál ilyeneket. Hát tényleg, az mi? Az a rossz minőségű Mikulás, tudod? Igen. Na. Csoki? Csoki, igen. És az, amit csinálsz? És én azt mindig, mert rossz volt, és nem ettem meg, és én azt mindig beraktam a mikróba. De miért? Hát, hogy megolvadjon, az kenyére kenjem. Jó. Miket ettél te? Csodálatos. Csodás? Mhm. Köszönöm szépen az elismervény. Ízre már innen tudom, hogy jó, mert... Várj csak bele a csokiba, vagy milyen csokisan. Várj bele. Zoltán itt nasizik. Közben. Mm. Na milyen? Finom. Finom? Mhm. Na. Hát ezt már rákaparom, mert... Akkor megy vissza ki a hűtőbe, mi? Nem a hűtőbe. Hát úgy mondom, hogy ki a hűtőbe. Ez igazából amúgy ez másnap finom, nagyon. De szerintem ne is vágjuk föl csak valamikor este felé, hogy este van már. De szerintem hagyjuk egy kicsit. Hát persze. És akkor majd beszámolunk. Hogy úgy is teszünk fel a kis család csoportból a képet. Hát, ja, és akkor, ja, vagy videóban ne vágjuk most fel. Hát most hogy vágod fel? Tényleg? Hát most nem, most sehogy. Ki kell hűl, hát azt mondom. Ez most nem lehet, ezt a kedves nézők is. De higgyétek el, hogy nagyon finom. A tiszta csoki vagyok. És a diót rászadnám ezt a keveset a tetejére? Mm. Ne roncsom el. Na, én ezt szépen megfogom, kiviszem, és rádermesztem a csokit. Úgyhogy jövök vissza. Hát, vagyunk. Nem jól mondtam, mert a mai napon nem lesz felvágva, csak holnap, úgyhogy, de majd ki fogjuk csatolni a
kis családba a fotót róla, úgyhogy készítsétek el, nem olyan vészes, ne féljetek tőle, bízzatok bennem, ez a recept nagyon-nagyon finom. Kezdők is nyugodtan elkészíthetik, úgyhogy ezt most én megfogom, kiviszem a teraszra. Nagyon-nagyon szép estét kívánok mindenkinek, vigyázzatok magatokra, és írjatok kommentet, és lájkoljátok. Millió puszi! Sziasztok!